A fehérmezes hevesi ekalista vezető Gyöngyös mellett a legtöbb gólt rúgták, az elmúlt héten is egy ötöst rúgtak a besenyőteleknek, így mindenképp esély volt rá, hogy sok gólos mérkőzést lásson az egri publikum. Így is kezdett a heves, de a pirosban játszó egriek előtt is adódtak helyzetek. A madarasi Dóci Somogyi Farkas Krisztián összetételű védelem állta a vendégek rohamait, sőt, a 23. percben a félpályáról induló Farkas Krisztián, mintha csak a válogatott Német Krisztián legutóbbi kansasi szólóját másolta volna, és ez is góllal ért véget. Válaszként a másik oldalon Csőke a felső kapufára tekert szabadrúgásból. A 35. percben a kapura törő Szucsikot a 16-os előtt buktatta Ádám Péter. Szabadrúgás, amiből kerékgyártó a sorfal mellett mesterien csavarta a labdát a hosszú sarokba 2-0. A 43. percben Farkas ugratta ki jó ütemben Szucsikot, aki 3-ra növelte az egri gólok számát. Fordulás után megint beszorította ellenfelét a heves, de kapott gól nélkül zárta ezt a periódust az egri védelem. A 70. percben a hevesi térfélen szerzett labdát az Eger. Montvai a tétovázó hevesi védők között kerékgyártót indította, aki 11 méterről a léc alá vágta a labdát. 4-0, és még nem volt vége. A 85. percben a végletekig kijátszott helyzetből a csereként bált Halász Mário volt eredményes, beállítva az 5-0-ás végeredményt. Most gyakorlatilag összeállt a védelem, és ez volt egyébként a terv, hogy a Somogyi Lacit is felépíteni olyan szintre, hogy megállja a felnőttek között ebben a bajnokságban is a helyét. Most meg azt kell, hogy mondjam, nem hogy megállja, hanem gyakorlatilag húzó ember, és a Dóci Pistával nagyon jól kiegészítik egymást. Ez egy hozadéka annak, hogy így a kerékgyártót csapatkapitányként már tudjuk középpályán játszatni. Eddig kényszerből játszott belső védőt, de most nagyon összeállt a védelem. Végre, én azt mondtam most bent a srácoknak, hogy végre a mezőnyfölényünk az gólokban is megmutatkozott, ugyanis a mérkőzések nagy részében ugye mi uraltuk a játékot, csak sajnos nem tudtunk elő gólt szerezni, nem tudtuk kihasználni a helyzeteket, ma hál' Istennek minden sült. A 19 pontos Egernek így most plusz 8 a gól különbsége, amivel pillanatnyilag megelőzik a szintén 19 pontos Andornak táját, és így most a 3. helyen állnak. Vasárnap 14:30-tól Gyöngyös Halászon játszanak az egriek.